Sok szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. A Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu ZRT által az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésen itt, annál az emlékoszlopnál, amelyet a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésére néhai Csékis Ernő, Zsigmond királydíjas népi iparművész, fafaragó készített 2013-ban. Tisztelettel köszöntöm Mihl Józsefet, Tataváros polgármesterét, dr. Lantai Éva aljegyzőt, Tóth András őrnagyot, a 11. harckocsizó zászlóalj törzsfőnökét, Frankó Mátyás evangélikus lelkészt, dr. Szabó Elődné református lelkészt. Külön köszöntöm intézményeink vezetőit, a civil szervezetek vezetőit és kedves vendégeinket. Rendezvényünk elején kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Az aradi vértanúk, 12 magyar tábornok és egy ezredes, akiket az 1848-49-es szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így. Haláluk előtt néhányan könyvekből merítettek még erőt a rájuk váró legutolsó nehéz pillanatra, néhányan pedig feleségeiknek és gyermekeiknek fogalmazták meg búcsú gondolataikat. Ezekkel a fájdalmasan szép levelekkel emlékezünk az aradi vértanúkra, az 1848-49 évi szabadságharc hőseire. Aulich Lajos. Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok, forró szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Damjanics János. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Dezsőfi Arisztid. Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. Kis Ernő. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz é. Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük. Knézics Károly. Milyen különös, hogy Haunau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Láner György. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Lázár Vilmos.
Ki telt arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. Leiningen-Westerburg Károly. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Nagy Sándor József. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Pöltenberg Ernő. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Schweidl József. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért jutalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ úgy forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Török Ignác. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Vécsei Károly. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Most felkérem Frankó Mátyás evangélikus lelkészt és dr. Szabó Elődné református lelkészt, mondják el áldásukat. Emlékezésünkben Isten szava bátorítson és töltsön el minket reménnyel, ahogyan a 27. Zsoltárból szól hozzánk. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljak színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el engem, ne hagyj el, szabadító Istenem. Amen. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Emlékezésünket áldja meg a mindenható Isten. Szeretete tüzét gyújtsa meg bennetek az Isten. Szolgáljatok az Úrnak egymásnak örömmel, az ő nagyobb dicsőségére, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. 1849. október 6-án, a bécsi forradalom kitörésének évfordulóján az aradi várban kivégezték a magyar hadsereg 13 tábornokát. Ezzel a császári kormányzat a szabadságharc tábornoki karát likvidálta. 1848 tavaszán valamennyien tényleges katonai szolgálatot teljesítettek. Egyikük sem felkelőként csatlakozott az uralkodó ellen lázadó sereghez, hanem a király által kinevezett magyar hadügyminiszter intézkedésére kezdték meg katonai szolgálatukat. Esküdtettek a magyar alkotmányra, hűséget fogadtak a magyar kormánynak. A tábornoki kar ehhez az eskühöz tartotta magát. Bizonyos, hogy az aradi vértanúk egyikét sem az érvényesülés vágya, vagy a magasabb zsold, az anyagi haszon reménye tartotta a forradalom táborában. Kis Ernő a hannoveri király barátja volt, mesébe illő vagyonnal, ritka rendjelekkel rendelkezett. Gróf Leiningen-Westerburg Károlyt, Viktória angol királynő rokonát, Németország egyik legelőkelőbb családjának fiát ritka karrier lehetőségek várták volna a császári seregben. Dezsőfi Arisztid grófnak hatalmas Sáros megyei birtoka zavartalan arisztokrata életmódot biztosíthatott. Török Ignác Európa egyik legkiválóbb hadmérnököként már szép műszaki karriert futott be. Gróf Vécsei Károly családja fantasztikus hatalmi pozícióval rendelkezett. Maga a vécsei császári kamarás volt az óriási magánvagyonnal. Édesapja a császár nemesi testőrségének parancsnoka.
Nővére egy évtizeden még 1849-ben csupán 19 éves császár Ferenc József nevelőnője. Ami nemzetiségüket illeti, 13-ból 4-en nem magyarok. Damjanics és Knézics szerb-horvát, Leiningen-Westerburg német, Pöltenberg osztrák. A köznapi logika szerint szinte valamennyi kivégzett tábornoknak a másik táborban lett volna a helye, hanem valamennyien hitték azt, amit Aulich Lajos hadügyminiszterként így fogalmazott meg egyik parancsában. Harcunk, amelyet Európa két elbízott hatalmassága ellen vívunk, nem csak a nemzet, hanem a közszabadság harca is az abszolútizmus ellen. Győzelmeink elődiadalai a világszabadságnak. Az aradi 13 utolsó mondatait idézzük most fel. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Aulich Lajos, 56 éves. Damjanics János, 45 éves. Dezsőfi Arisztid, 47 éves. Kis Ernő, 50 éves. Knézics Károly, 41 éves. Láner György, 54 éves. Lázár Vilmos, 34 éves. Leiningen Westerburg Károly, 30 éves. Nagy Sándor József, 46 éves. Pöltenberg Ernő, 41 éves. Svejde József, 53 éves. Török Ignác, 54 éves. Vécsei Károly, 46 éves. Arany János, rendületlenül, részlet. Hallottad a szót, rendületlenül. Midőn fölzengi miriád ajak, s a millió szív egy dalon hevül, egy lángviharban összecsapzanak. Ó, értsd meg a szót, és könnyelmű szájon, merő szokássá szent imád ne váljon. Szeretni a hont gyakran oly nehéz, ha bűnbélyek sötétlik homlokán. Gyarló erényünk öntagadni kész, mint Péter a rettentő éjszakán. Ó, értsd meg a szót, fényben vagy homályon, de kis hitűvé szent imád ne váljon. Hallottad a szót, rendületlenül? Ábránt, hiúság, múló kegy, javak. Lenn a sikamló tér, nyomás felül. Vész és gyalázat el ne ráncsanak. Ó, értsd meg a szót, árban és apájon. Szírt habok közt, hűséged megálljon. 1848-ban el kell menni háborúba, ha úgy vagyon cédulázva, hogy elveszek a csatába. Keljetek fel, Rákóciak, ti voltatok igaz fiak, lássátok meg nagy romlását, magyar hazánk pusztulását. Szép meghalni a hazáért, virtus tenni a nemzetét, fölkelni a szabadságért, ontani a jó magyar vért. Azt is tudom, nem én kezdtem, tudom, nem is én végeztem. Most is halnak és születnek, nem lesz vége az életnek. Most is halnak és születnek, nem lesz vége a nemzetnek. Az aradi várra rászállott a páva, vizet hozott a szegény rabok számára. Az aradi várra rászállott a páva, vizet hozott a szegény rabok számára.
igyatok ti rabok, mosdjatok is rabok. Kérjétek az Istent, majd megszabadultok. Igyatok ti rabok, mosdjatok is rabok. Kérjétek az Istent, majd megszabadultok. Kérjétek az Istent, majd megszabadultok. Isten áldja meg a magyart, tartson neve még a föld tart. Paradicsom hazájában, éljen, mint a Haldunában, éljen, mint a Haldunában. Töltse békével apjait, egyezve lássa fiait. Tatár, török, más ellenség, minket meg ne rendíthessék, minket meg ne rendíthessék. Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert, minden igaz magyar embert. Köszönjük a Tatai Református Gimnázium tanulóinak, Fodor Tamásnak, Lázár Viktóriának és Bereznyei Johannának, valamint a Csevergő Ének Együttesnek, Székelyné Szőke Szilviának, Tóth Nórának, Bartók Anikónak és Szegvári Ildikónak az előadást. Most felkérem Mihül József polgármester urat, mondja el beszédét. Tisztelt emlékező közösség! Nemrégiben egy ifjúsági találkozón vehettem részt, Győr közelében egy kis faluban. Ez a falu Győrság, és a találkozónk végén kisétáltunk a falu szélére, ahol egy emlékmű áll. Az ott élők a pozsonyi csata emlékére állítottak egy emlékművet, amely ugye 907. július 4-e és 7-e között a kora középkor egyik, ha nem a legnagyobb ütközete volt. Ezek a győrságiak ott a pannonhalmi dombok mentén azért állították ezt az emlékművet, mert jó időben ellátni egészen Pozsonyig onnan. Úgy gondolták, hogy bármilyen messze is vannak ők a pozsonyi csata helyszínétől, szükséges, hogy folyamatosan emlékeztessék magukat, meg a gyerekeiket arra, ami ott történt. Az életünk során igyekszünk kisebb és nagyobb emlékműveket állítani, ahogy megboldogult Kálmán Attila mondta, a kis emberek maguknak állítanak, a nagy embereknek mások állítanak. Mi is annak idején azért határoztunk úgy, hogy a 13 aradi vértanúnak kerüljön ide egy emlékműve, mert mindig csak valami olyan helyen tudtunk emlékezni, amely nem erre a célra készült emlékhely volt. Köszönet mindazoknak ma is, akik akkor úgy gondolták, hogy szükségünk van egy olyan emlékműre, egy olyan találkozási pontra, amely folyamatosan figyelmeztet és jelez számunkra mindazokat, akik akkor ott értünk meghaltak.
Ahogy hallhattuk, a szerkesztő és a készítők jóvoltából és az előadók jóvoltából, ez a 13 aradi vértanú közül a bitófára egyikőjük sem átkozódva ment. Mindegyikőjük fölkészülten, Isten és ember előtt, megtisztultan állt oda a kivégzés elé. És valószínűleg majd mi is így leszünk, amikor elérkezik az óránk. Azt mondják, azokban a percekben az ember az életéből a leges, legfontosabbakat szűri össze, és mondja ki, és azokat hozza maga elé, akiket a legjobban szeretett. A 13 aradi vértanú nem csak katonai cselekményével, tábornoki mi voltjával, katonai tudásának nagyszerűségével mutatott példát az utókornak, hanem azzal, hogy a szíve is a helyén volt még az utolsó pillanatban is, amikor feleségeiktől és gyermekeiktől köszöntek el utolsó szavaikkal. És akkor is, amikor papot hívva az Isten előtt is lerendezték minden dolgukat. Akkor, amikor egy halálesetben az elhunyt, az eltávozó elmegy, akkor két nagy csapás éri mindig az itt maradottakat. Az egyik az üresség, maga a tény, hogy nincs tovább, nincs többé. A másik pedig az, hogy még ráadásul magát, a munkát is, a gyászmunkát is az itt maradottaknak kell elvégezniük. Minden tragédia nyomán a család is meghal egy kicsit, mert az életünk nem csak mi vagyunk. Október 6-a a Nemzeti Gyásznap. Gyászoljuk a 13 és a többi honvédő édesapát, fiat. Gyászoljuk azokat, akik apaként, férjként, nagyapaként kellett, hogy elmenjenek, s hagyták itt családjukat. De ha mélyebben belegondolunk, sok minden mást is gyászolunk. A mai világunkban is. Úgy is, hogy nem is látjuk, hogy haláleset történt. Mégis gyászolnunk kell sokszor például a nyelvünket, amelybe annyi rúgság és trágárság kerül, hogy lassan elveszítjük azt. Gyászoljuk a szokásainkat, vagy gyászolnunk kell a szokásainkat és a példaképeinket is, mert azok is megkoptak, elvesztek, tönkrementek. A széteső közösségeinket, amelyek nélkül életképtelenek leszünk. A gyászmunkát nekünk, ma élőknek is el kell végeznünk. A folyamatos emlékezéssel, a gyermekeink tanításával, igaz tanításával, és nem a másolással, hanem azzal, hogy abba az irányba fordulunk, és lépünk, és haladunk, amelyet ők mutattak meg, és amelyre ők tanítottak bennünket. Tisztelt emlékező közösség! Minden esztendőben újra és újra itt találkozva az aradi vértanúk emlékművénél hálával kell emlékeznünk mindenkire a történelmünkben, akinek bármi kicsit is köszönhet a mi városunk is. Mansbart Antalt is mindig ide kell hoznunk, aki bátran hirdette ki a függetlenségi nyilatkozatot, s ezért neki is akasztófa járt. De mindenkire, aki nem ilyen módon adta az életét közösségünkért, hanem a munkájával, a szorgalmával, a tudásával, a szerénységével, a jóságával, a szeretetével. Legyenek ők minél többen.
A következőkben az emlékmű megkoszorúzására kerül sor. Felkérem a koszorúzókat, helyezzék el a megemlékezés virágait. Tataváros önkormányzata nevében Mihl József polgármester és dr. Lantai Éva aljegyző koszorúznak. Komárom-Esztergom megyei önkormányzat nevében Borsó Tibor alelnök helyez el koszorút. Tatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat koszorúját Kovács Attila helyezi el. A Szövetség Tatáért Alapítvány nevében Horváti Lóránt és Farkasdi Károly koszorúznak. Tatai Polgári Körök Szövetsége koszorúját Farkasdiné dr. Kis Zsuzsanna és Baranya József helyezik el. Tatai Honvéd Bajtársi Klub koszorúját Sárközi József elnök és Lázár Ferenc elnökségi tag helyezik el. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nevében Sinkó Ferenc, a Pofosz megyei elnöke, Hamburger József, Pofosz tag koszorúznak. Fidesz Tatai Szervezete nevében Robozné Schönfeld Zsuzsanna és Purgel Zoltán helyeznek el koszorút. Keresztény Demokrata Néppárt Tatai Szervezete nevében dr. Szabó Gábor, dr. Varga András és Nagy József koszorúznak.
a Jobbik Magyarországért mozgalom nevében Balog István, a tatai Jobbik alelnöke, és Mihül Miklós, a Jobbik megyei képviselője koszorúzna. A Magyar Szocialista Párt tatai szervezetének koszorúját Gerébi Ákos elnök, Sasvári Beáta alelnök és Gerébi András megyei alelnök helyezik el. Történelmi vitézi rend Komárom-Esztergom megyei székkapitányság nevében vitéz Lipovnicki Kázmér hadnagy, vitéz Gyümölcsfalvai Balázs és vitéz Ökrös István koszorúznak. A tatai Városkapu Közhasznú ZRT nevében Válóci Ágnes és Mihl Percel Anita helyeznek el koszorút. Tatai Öregtó Halászati Kft. Koszorúját Karsainé Haris Hajnalka ügyvezető helyezi el. A Kőkúti Általános Iskola és a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai tagintézményének koszorúját Cina Éva, diák önkormányzat segítő tanárnő, Tvarosek Zita és Tvarosek Hédi tanulók, valamint Sárközi Krisztina tagintézmény vezető helyezik el. A Vaszari János Általános Iskola és a Vaszari János Általános Jázmin utcai tagintézménye nevében Lászlóné Sziráki Erzsébet intézményvezető helyettes és André Zsuzsa tagintézményvezető koszorúzna. A tatai református gimnázium nevében Illés Dániel igazgató úr, dr. Szabó Elődné tiszteletes asszony, Tóth Balázs és Stein Anna koszorúznak. Thank you.
Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma nevében Nagy Edina igazgatóasszony, Csáti László munkaközösségvezető és Kupfer Tamás tanuló és Horváth Vivien diákönkormányzat képviselő koszorúznak. A Jávorka Sándor mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzőiskola és kollégium nevében Székely Regina tanulók és Koblenz Elizabet koszorúznak. A Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola nevében Somosi Csaba Miklós intézményvezető és Hanzlikné Borsos Éva tagintézményvezető helyettes helyeznek el koszorút. A szervezők, Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT munkatársai nevében is köszönöm valamennyi közreműködőnek munkáját, önöknek pedig kedves közönségünk azt, hogy velünk együtt emlékeztek meg vértanúinkról. A megemlékezést követően szeretettel várják önöket a Kapucinus templomba a 18 órakor kezdődő szentmisére. Megemlékezésünk végén kérem önöket, énekeljük el közösen a szózatot.